Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán jelentette be, hogy a várható rendkívüli hideg időre való tekintettel vörös kódjelzés lép életbe péntek délelőtt 10 órától. Ennek megfelelően a nem hajléktalan embereket fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is fogadniuk kell az arra rászorulókat. Azok az embertársaink, akik kint az utcán, köztereken, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben töltik az éjszakákat, fűtetlen kaibákban, alaksori pince helyiségekben, vagy tényleg kint az erdő szélén, vagy valami parkban, azok nagyon nagy veszélyben vannak. Ez a vörös kód arra hívja fel mindenkinek a figyelmét, a szociális szakembereken kívül, az átlag állampolgárokért is, hogy sokkal jobban figyeljünk ilyenkor egymásra. Felelősségünk van nekünk is hétköznapi emberekként arra, hogy észrevegyük, és hogyha észrevettük, akkor segítséget hívjunk azok számára, akik bajban vannak. Hogyha az utcákon jövetmenet azt látjuk, hogy valaki nem megfelelően van öltözve, tehát a hideg, ehhez képest sokkal kevesebb ruhát visel, vagy egy padon ül, és láthatólag fázik, mert hogy ő is alul van öltözve, vagy ha ráadásul alszik mondjuk egy kapubejáróban a hidegföldön, akkor elengedhetetlenül fontos, és mindannyiunk számára szinte kötelező, hogy segítséget kérjünk a számára. Mindenhol, a fővárosban is, de a megyeszékhelyeken is működnek úgynevezett diszpécser szolgálatok, amiket ilyenkor fel lehet hívni, és ott szakértők, szociális munkás kollégák fogják azokat az irányadó kérdéseket feltenni, amik mentén majd a helyes segítségnyújtást fogjuk tudni biztosítani a hajléktalan embereknek. Nem csak azokra kell gondolnunk, akik kint vannak az utcán, hanem azokra is, akikről azt feltételezzük, hogy nincs fűtés a lakásukban. És ez lehet egy nagyon idős, szegény sorban élő ember is, aki a településünk szélén lakik, és úgy sejtjük, hogy ő neki problémát jelenthet ez a nagy hideg. Rosszul van szigetelve a háza, átfúj rajta a szél, ez kívülről is látszik, mert mozognak az ablakok gyakorlatilag. Oda is bizony kopogjunk be, vegyük a bátorságot, legyünk ennyire vagányok és merészek, kopogjunk be és kérdezzük meg, hogy nincs-e valamire szüksége az ott lakónak, és könnyen lehet, hogy így is életet tudunk megmenteni. Ha azt látjuk, hogy ennek az embernek már nem szociális segítségre, tehát nem meleg ruhára, meleg helyiségre van szüksége, hiszen nem is válaszol a kérdéseinkre, vagy nagyon nehezen válaszol csak, akkor ne is a szociális segítség irányába induljunk el, hanem azonnal hívjuk a mentőszolgálatot. A rendkívüli hidegben a 112-es segélyhívó mellett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat regionális diszpécser szolgálata is tárcsázható. Budapesten a karitatív szervezet a 061-338-41-86-os telefonszámon érhető el.